Nem illetődtek meg a kemecsei református tipegő bölcsőde kisgyermekei a kamera előtt sem. A 10 órai elfogyasztása után frissítőt kaptak és az udvaron játszottak. Kultúrát körülmények között tölthetik mindennapjaikat, az intézmény jelenlegi épülete ugyanis alig több mint 7 éve lett felújítva. Lesz ugyan közülük, aki hosszú ideig itt marad még, hiszen jövő év második felétől ez már az óvodások otthona lesz, míg a bölcsisek az erre a területre épülő, teljesen új épületbe költöznek majd. 48 beiratott gyerekkel működünk, a mai nap folyamán 47 gyerek tartózkodik az intézménybe. A szülők, illetve a gyerekek nagyon elégedettek a tipegő bölcsőde ellátásával. Nem csak kemecsei, hanem számos környékbeli településen élő szülő járatja ide gyermekét. A városban egyébként a bölcsőde mellett az óvodának és az általános iskolának is a kemecsei református egyházközség a fenntartója. A gyülekezet célja hosszú távon az, hogy saját tulajdonú épületekben neveljék és oktassák a gyermekeket. Ennek első lépése az új bölcsőde építése. A pályázat megvalósítása elkezdődött, már az első szakasz le is zárult, sőt az első szakaszhoz tartozó szakmai beszámolót már be is nyújtottuk. Elkészültek a kiviteli engedélyes tervek, jogerős építési engedélyünk van, illetve a tulajdon viszonyok rendezése is folyamatban van, már csak egy egyházmegyei tanácsi döntés kell ahhoz, hogy a mögöttünk látható telket az egyházközség megvásárolja, és aztán reményeink szerint egy sikeres közbeszerzés után valamikor az ősz elején, az ősz közepén elindul a beruházás. A helyi lelkipásztor hozzátette, a környéken szinte egyedülállóan Kemecse lakossága évről évre növekszik, ezt a folyamatot pedig még tovább erősítheti az új bölcsőde. Nagyon komoly infrastruktúrális beruházások történtek itt az elmúlt években, ami vonzóvá teszi a települést. Itt, hogyha egy ingatlan eladó, akkor szinte egy-két héten belül meg is vásárolják, és kisgyermekes családok jönnek ide. Egyrészt azért, mert egy élhető település érkeznek, másrészt pedig a Nyíregyházának a vonzás körzetébe tartozunk. Van még ezen kívül 8 településen feladatellátási szerződésünk. Nagyon sok családdal tarthatunk kapcsolatot, nagyon sok család életébe kapcsolódhatunk be attól a pillanattól kezdve, amikor kisgyermekük van, és nagyon fontos az, hogy az egyházközség túl azon, hogy fenntartja az intézményt, és annak intézi ügyes-bajos dolgait, ott lehet a családok mellett. Az új bölcsőde épület megépítésére 550 millió forintos támogatást kapott az egyházközség, amit a helyi és környékbeli gyermekek várhatóan jövő év szeptemberében vehetnek birtokba.